Az egyesületi harang megkongatásával vette kezdetét a Rotary Klub Moson-Magyaróvár ülése szeptember 5-én. Az ülésnek ezúttal különleges alkalom adott okot, hiszen az előző évekhez hasonlóan idén is könyvcsomaggal támogatják a gyermekeket. Ezúttal azonban nem csak Moson-Magyaróváron és a térségben osztanak könyveket, hanem más Rotary klubokkal közösen. A programot az egész országban, sőt, határon túlra is kibővítették. Ezúttal is a HVG könyvkiadó jóvoltából több mint 30 millió forint értékben ajándékoznak a klubok ismeretterjesztő könyveket különböző életkorú gyermekeknek, az első adomány pedig már el is indult Csíkszeredára. Egy új projektet kezdünk, tehát még csak az első lépésnél tartunk, viszont egy nagyszabású könyvadományozási program kezdődik, amelyben több Rotary Klub részt fog venni, és határainkon is túl nyúlni. A Rotary Klub Moson-Magyaróvár csak nem 30 éve vesz részt a város életében, és segíti a rászorulókat. Az eseményen Iváncsics János elmondta, a civil szervezetek mindig is fontos szerepet töltöttek be a város életében. A Moson-Magyaróvári Rotary Klub pedig számos alkalommal jutott el olyan rászorulókhoz, ahova az önkormányzat már nem ért el. Moson-Magyaróváron nagyon sok civil szervezet működik, nagyon sokan a szociális területen, és nagyon komoly munkát végeznek, és olyan helyekre is elérnek, ahova az önkormányzat keze nem ér el, és ezek közül a civil szervezetek közül a Rotary az élen jár. Mindig kitalálnak valami extrát, mindig valami komoly programot, akciót csinálnak, és gyakorlatilag most is egy, azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon példaértékű és kiemelkedő akció, amit összetudtak rakni. Az eseményen részt vett a Magyar Rotary Klubok kormányzója is, aki elmondta, a szervezet életében a szeptember az írás-olvasás, az alapfokú oktatás hónapja, amire most a Moson-Magyaróvári Egyesület új projektje is kapcsolódik. A kormányzó tovább elmondta, a Rotary Klubok számos programot indítanak az ország egész területén, egész évben. A Magyar Rotarynak az egyik nagy programja a Gift of Life program, ami szívbeteg gyerekeknek a műtétjét segíti elő. Majdnem minden klubunknak van parkja, sétánya vagy ösvénye, ami tulajdonképpen környezetvédelmi tevékenységnek is nevezhető, mert ápolják, karban tartják a zöld felületet, és ezzel egy kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a környezetükben élőnek, vagy településükön élőknek. Minden segítünk kórházakat felszerelésekkel, iskolákat segítünk felszerelésekkel, pedagógusokat segítünk. A Rotary Klub Moson-Magyaróvár célja a könyvosztással, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, és könyveket juttassanak el a rászorulóknak, iskoláknak, különböző szociális intézményeknek. A szervezet a programot a jövőben is folytatná, amiben továbbra is a HVG könyvkiadó nyújtana segítséget.